Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul az Agymenők című televíziós sorozatból. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd letenni az angol középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis az angol tanulásba az Agymenők című sorozatból. Nos, nekem ez az egyik kedvenc témám, vagyis hogy hogyan lehet angolul tanulni különböző filmekből és sorozatokból. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy a vígjáték sorozatokat tartom a legideálisabb műfajnak, ha valaki tévéből vagy filmekből akar angolul tanulni, mert a részek rövidek, szórakoztatóak és a mindennapi élethelyzetekről szólnak, szemben a zombi apokalipszis sorozatokkal és a középkori fantasy sorozatokkal. Ebben a videóban az egyik legnépszerűbb sorozatot járjuk körül nyelvtanulási szempontból, méghozzá az amerikai Agymenőket, vagyis angolul a The Big Bang Theory című sorozatot. A tanulási taktika mellett szeretnék egy nagyon jó ingyenes weboldalt is megmutatni, ami nagyban megkönnyíti a munkádat, ha ebből a sorozatból akarsz tanulni. Nos, én kétlem, hogy valaki ne tudja, hogy mi az az Agymenők, de ha esetleg még nem hallottál erről a sorozatról, ez ugye négy zseniális tudósról szól, akik nagyon otthonosan mozognak a tudomány területén, de nagyon ügyetlenek az élet minden más területén. Ugye ez okozza a helyzet komikumot és a vicces szituációkat 12 évadon keresztül. Úgyhogy nézzük először, hogy miért tanulj angolul az Agymenőkből. 1. Mivel ez egy nagyon modern sorozat, ugye 2007-ben indult, és idén, tehát 2019-ben fog véget érni, tökéletes arra, hogy elsajátítsd belőle az élő beszédet. Természetesen a sorozatban nem minden szereplő tudós, tehát egyrészt nagyon vicces látni, ahogy a különböző karakterek, tudósok és nem tudósok megközelítenek egy adott problémát, egy adott élethelyzetet. Másrészt ugye a sorozat tel is tele van a mai mindennapi életből vett kifejezésekkel, tehát nagyon jól lehet belőle tanulni. 2. számú szempont. Mivel ez lényegében ugye egy vígjáték sorozat, remekül elsajátíthatod belőle az angol, pontosabban az amerikai humort. Tehát a hanglejtéseket, a hangsúlyokat, a különböző időzítéseket. És a harmadik szempont. Igaz, hogy a sorozat tartalmaz egy tudományos szaknyelvet, egy tudományos nyelvezetet, ami a kezdő nyelvtanulók számára nehéz lehet. Ezért nézzünk néhány gyakorlati tanácsot arra, hogy hogyan tudsz kezdő nyelvtanulóként a legtöbbet kihozni az Agymenőkből angol tanulási szempontból. Tehát nézzük meg, hogy hogyan tanulj angolul az Agymenőkből. 1-es számú lépés. Nézd meg az adott részt, vagy még jobb, ha megnézed először a résznek a felét, ez ugye nagyjából 10 perc, magyar felirattal. Tehát angol nyelven, magyar felirattal. Így tisztában leszel azzal, hogy miről szól az adott rész, tehát mi a cselekmény. 2-es számú lépés. Nézd meg ugyanezt a részt angol felirattal, és írd ki a számodra ismeretlen szavakat és kifejezéseket. Nem baj, ha kezdetben sok ilyen kifejezés lesz, így fogsz belőle a legtöbbet tanulni. Én tudom, hogy nagyon sokan csak nézegetik a sorozatokat felirattal vagy felirat nélkül, de hogyha igazán tanulni szeretnél a filmekből, és nem csak szórakozni akarsz, akkor úgy tudod ezt a leghatékonyabban megtenni, ha melletted van egy füzet vagy egy papír és toll, és kiírod azt, amit nem ismersz. 3. számú lépés. Nézd meg ugyanezt az epizódot angol nyelven felirat
nélkül. Tehát itt már ugye tudni fogod, hogy mi a cselekmény, tisztáztuk, hogy mik az ismeretlen kifejezések a számodra, és itt már tulajdonképpen csak élvezzük angol nyelven az adott részt. Majd, még nincs vége, nehogy azt hidd, hogy végeztünk, negyedik lépés. Meséld el ezt az epizódot egy családtagodnak, vagy hogyha éppen ez nem megoldható, akkor ülj le a tükör elé, és hangosan mondd el magadnak, hogy mi történt az adott epizódban. Mit mondott Sheldon, mit akart Raj, és így tovább, és így tovább. Az ötödik tanács pedig valójában tényleg csak egy tanács, és nem egy technikai lépés. Egy adott napon egy adott epizódot dolgozz fel. Jó? Tehát ne akarj agymenők maratont csinálni, amikor egy nap megnézel 5, 6, 8, 10 részt, hanem ha tényleg tanulni akarsz az adott sorozatból, akkor egy adott napon egy adott epizóddal foglalkozz. Természetesen minden nap feldolgozhatsz egy adott részt, de egy adott napon egy adott epizódra koncentrálj. És akkor a végén, ahogy ígértem, szeretnék megmutatni egy olyan internetes weboldalt, ami szerintem fantasztikus, és nagyon sokat tud neked segíteni tanulási szempontból. Itt ugyanis leírva látod az adott rész összes dialógusát, ami egyszerűen zseniális. A weblapnak az a neve, hogy bigbangtrans.wordpress.com, de ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor természetesen megtalálod a linket. Itt elolvashatod a dialógusokat, és én azt javaslom neked, hogy szervezz egyfajta tanulócsoportot a családtagjaidból, vagy a barátaidból, ismerőseidből, és játsszátok el a szituációkat angol nyelven. Nem kell az egész epizódot felmondani, de játsszatok el egy adott szituációt angol nyelven, hogy gyakorolni tudjátok a beszédet és a kiejtést. Én nekem sok olyan csoportom van, ahol bedobom ezt a témát, és előadunk egy adott részt. Gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy nagyon jól szokott sikerülni. Szeretik a diákok, élvezik a gyakorlást, és nagyon sokat tudnak belőle tanulni. És szeretnék még egy weboldalt megmutatni neked. Ez tulajdonképpen csak valójában egy játék, és nincs igazán köze a tanuláshoz. Ezen a weboldalon tesztelheted tulajdonképpen az agymenők tudásodat, ha lehet ezt mondani. Az oldal neve az, hogy absurdtrivia.com. Itt mindenféle sorozattal kapcsolatban találsz majd kérdéseket. Természetesen van ennek egy agymenők szekciója is, ami csak az agymenőkkel foglalkozik. Ha lejjebb görgetsz a leírásban, természetesen ennek az oldalnak a linkjét is megtalálod. Ezen az oldalon nehézségi fokok szerint rendezve kérdéseket fogsz kapni a különböző részekkel és a különböző évadokkal kapcsolatban. Tehát kis túlzással ez tulajdonképpen olyan, mintha vizsgáztatnád magad, vagy ha levizsgáznál agymenőkből. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtál belőle profitálni. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!